Pap Robert borsot tör az orra alá. Déd nagymamám mondta nékem régen ezt a mesét, egy vasárnap, ami közben készült a jó ebéd. Élt egyszer egy öreg király, 117 éves, akinek az élete volt másfél évig rémes. Mivel, hogy az uralkodó tűszenteni nem bírt, emiatt a szegény király szenvedett is nagyként. A prüszentés csiklandozta, facsarta az orrát, ezért aztán nem alhatott nyugodtan egy órát. Az ágyában forgolódott, szinte egész éjjel, amiközben a fáradtság vetette majd széjjel. Akkora volt, mint egy lufi, jól feldagadt feje, a hapcizás hiányától könnyezett a szeme. El is tartott állapota teljes másfél évig, szegény király jajgatása felhangzott az égig. Kihirdették mindenfelé országvilágszerte, segítsenek árva fején, jutalomért persze. Ha valaki tud ez ellen egy hatásos módszert, jöjjön gyorsan fel a várba, hozzon egy kis gyógyszert. Jöttek sorra a kuruzslók, felcserek is szépen, tudós-doktor orvosok is, egész álló héten. Volt, aki az inhalálást próbálta ki rajta, de hogy ettől prüszkölhessen, nem volt olyan fajta. Majd egy másik port tömött az orrába, szegény király el is küldte rögtön a csodába. Akat, aki orcsöpjével jött nagy dirrel durral, de sajnos egy csodaszer sem tett sok jót az úrral. Ezzel lassan el is fogyott végül minden remény, ám az ajtón betoppant egy szeplős kis tünemény. Királybácsi, meggyógyítom érte, csak azt kérem, ők délután hintázhasson vélem. Bólintott rá az uraság, s annyit mondott, na ná, majd a fiú borsot tört a király orra alá. Lett is ettől olyan tüsszögés, prüsszentés és hapci, kalap, kendő, úgy lerepült, úgy kellett elkapni. A királyunk erre végül megkönnyebbült gyorsan, erre így szólt, ükonokám, pénzem, kincsem ott van. Így pipált le egy kisgyerek, tudóst, orvost, felcsert, ki egy okos kis ötletért egy nagy vagyont elnyert.